Éppen a padokat pakolják le a kamionról a magyar-máltai szeretett szolgálat segítői és a dombóvári Illyes Gyula gimnázium diákjai az iskola udvarára. Már 12 éve együttműködik a gimnázium a szeretett szolgálattal, volt már több jelentős közös eseményük. Ez is oka a mostani adománynak. Az itteni máltai csoport, aki nagyon jó kapcsolatban van a gimnáziummal, kértek, hogy itten hiány van bizonyos osztályok a bútorral, és akkor a nemzetközi kapcsolat révén, ahol Németországban ezt komputerizáltuk, hogy mi adomány van felajánlva, mi adományra van igény, ebbe a rendszerbe beléptünk a németországi máltaiak, és kerestek, hogy kinél van erre a célra, meg hogy hívják, és kisült, hogy Bajorországban volt egy iskola, aki felújították, és akkor felajálták. Nagy hiányt pótol ez az adomány. Nagy szükség volt már a gimnáziumnak a jó állapotban lévő padokra, székekre. 4 tanterem összecsavarozott padjait cserélik most le. Ez mintegy 120 tanulónak ad biztonságos padokat, székeket a kulturált tanuláshoz. Borzasztó hálásak vagyunk a magyar-máltai szeretett szolgálatnak és a lovagrendnek, hogy együtt tudtunk működni, és ők az első hívó szóra összefogtak, és megpróbáltak nekünk minél hamarabb segítséget nyújtani abban, hogy azok a 60-as évekből származó összecsavarozott padok, padsorok 4 osztályunkból is megújulásra kerüljenek, amik már tényleg nem szolgálják egyrészt sem a mai gyerekek magasságához nem illenek, sem a mai óraszervezési eljárásoknak nem felelnek meg, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk, hogy segítséget tudtunk kapni tőlük. A régi padokat nem dobják ki, hanem újra hasznosítják. Új életre kelnek az iskola udvarán. Ülőkéket készítenek belőlük, amelyek az iskola udvari rendezvényein kiváló szolgálatot tesznek majd.